A Csodák Palotája kiállításon mindenféle izgalmas és érdekes dolgok lesznek láthatók, és hát ezek konkrétan videóinstallációknak a vázlatai, illetve a műszaki leírásai, és ezek hát így egy kicsit ijesztően hangzanak, de igazából maga az installációk rendkívül egyszerűek és talán nagyon könnyen értelmezhetőek, és hát talán hasonlóan szórakoztatóak, mint a közismert Csodák Palotája kiállításon látható mindenféle érdekes természettudományos bemutató eszközök. És hát erre kíván egyrészt utalni a Csodák Palotája meghatározás, de ugyanakkor van emellett egy másik szándékolt utalása is ennek a címnek, mégpedig a Marszent Dusanpra akar hivatkozni, aki ugye a biciklikerékkel és a piszoárral végül is valami olyasmit üzent, hogy hát körülöttünk nagyon sok minden tekinthető műtárgynak, és hogyha ez így van, ez igaz, akkor lehet mondani akár, hogy a féle Csodák Palotája a minket körülvevő valóság, és az egyes képek ezt a meghatározást ennek a valóságfogalomnak a szinonimájaként akarják használni ezt a meghatározást. És hát ebből is talán egy kicsit érződik már, hogy a kiállításnak egy szándéka lenne, hogy ami ugye általános művészeti vonal, hogy valamennyire mosolygos, vagy mosolyogtatós, vagy humoros legyen. Ez talán egy kicsit az átlagosnál hangsúlyosabb szándék akar lenni. De hát ugye, aki ilyenre vállalkozik, az egy két időt dolog, mert hát nem mindenkinek egyformán jönnek be a viccek. De ugyanakkor a viccek általában tartalmaznak a sorok között valamiféle olyan bölcsességet vagy üzenetet, ami hát fontos, és talán máshogy nem megfogalmazható. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy azért többnyire működni fognak ezek a szándékolt effektek, és hát mindenkinek nagyon jó szórakozást.